Stingmon, segíts! Nagyon szívesen! Ezt nevezem jól neveltségnek! Arukenimon az! Ő az, aki furujázik! Sajnáljuk, hogy nem hoztunk ajándékot! Ha tudtam volna, hogy ilyen könnyen estek a csapdámba, már rég megtettem volna. Ne hidd, hogy olyan okos vagy. Be vagy kerítve. Nagyon bátor vagy, amikor a barátaid körülvesznek. Gyerünk, Davis, egyesítsük a digimonokat. Igen, csináljátok ti is ugyanezt. Rendben. Hé! Mi van azzal a furujával? Ennek elment az esze? De hát mégis mit csinál Stingmon? A furúja hanga hibás, az van hatása a Stingmonra. Okos, valami kívánság? Vegyük el tőle a furúját, Armadillomon. Itt a Digimonok ideje. Digifegyver energia! Armadillomon átdigitalizálódik. Digmonná, a fúró ereje! Vigyáznom kell rá! Digmont is hatás alatt tartja! Kodi, vigyázz! Hát persze, a fúrója hatással van a digimonokra, de ti nem tudjátok miért. Te is arra gondolsz, amire én? Igen, és most mi történik? A fúrója csak a rovar digimonokat tartja hatása alatt. Azért hatott csak Digmonra és Stingmonra. Azt hiszem ez az! És mi most mit csináljunk, srácok? Az lesz a legjobb, fiúk, ha elhúztok innen. Jobb lenne, ha minél hamarabb megtalálnánk a többieket, utolérnek! Én is! Ez valami háló! Igen. Bocs, de szeretném bemutatni egyik barátomat! Ke, kérlek mondd azt, hogy az a Digimon a te barátod, és nem egy ádászpók! Íme Dakugumon! Nagyon éhes! Hagyj békén! Vajon sikerül-e a digi kiválasztottaknak kiszabadulni ebből a pókhálós helyzetből? Megtudhatjátok a következő részben. A kapitány. Rendezte Hiroyoshi Mitsunobu. Zene Hiromoto Tobisawa. Én vagyok a riválisod.
A következő állomás a Nemzeti Bajnokság, igaz? Úgy van. És mondd csak, mi az, amit a legjobban vársz ettől a bajnokságtól? Mi az, amit a legjobban várok a bajnokságtól? Nem tudom. Talán a legjobban azt várom, hogy találkozhassam Misaki Taroval. Micsoda? Misaki Taroval? Misaki Taroval? Ha jól tudom, akkor Misaki Taroval egy csapatban játszottatok annak idején a Nankatsu általános iskolában. Igen, ez igaz. De Misakit már 3 éve nem lehet látni a bajnokságokon. Amikor az utolsó meccsetek volt, akkor pedig, ha jól tudom, megsérült, méghozzá elég komolyan. Alig bírt játszani. Azt mondják, hogy valószínűleg emiatt kellett abba hagyni a futballt. Esetleg te meg tudod erősíteni ezt az információt? Ez nem igaz, ez nem lehet igaz! Misaki! Ez a tiéd! Tsubasa! Ez egy nagyon szép emlék tőletek. Köszönöm szépen! Tsubasa? Ha? Van egy Genzo Wakabayashi nevű játékos. Vele nem szeretnél játszani? Mikami! Szervusz, Tsubasa. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom, de ő nem játszhat a bajnokságon. A mindeni, de régen találkoztunk már. Hogy mint? Hoho, Katagiri. 2,5 éve már, hogy én vagyok a srácok edzője. Épp ma reggel érkeztem meg Japánba. A meccsből nem sokat láttam. De annyit mindenképpen, hogy Tsubasából nagyon jó focista lett. Hát igen, és mi van Wakabayashival Németországban? Hát Wakabayashit nem kell félteni. Egyre jobban focizik. Nem sokára profi futballista lesz belőle. És sajnos be kell látnom, hogy nélkülem is jól megvan. Wakabayashi előbb lesz profi, mint én. Valószínűleg sokat tetsz, hogy előrébb jusson. Tsubasa, kívánom, hogy nyerjétek meg a bajnokságot. Köszönöm. Tsubasa, Mr. Mikamit azzal bízták meg, hogy a bajnokság után állítson össze egy különleges csapatot. És keményen edzem velük, hogy a legjobb formában legyenek. Ha? Számítok rád, Tsubasa. Értettem. Mikami úr! Ha? Azért rólam se feledkezzen meg. Azt majd meglátjuk. Ishizaki. Ha? Sajnos vesztettünk. Úgyhogy a megállapodásunk szerint kérj tőlem bármit. Bármit, amit csak akarsz, és én teljesítem. Ugyan már. Felejtsük el, Urabe. Felejtsük el, azt nem lehet, Ishizaki. Ebben már megegyeztünk az elején, nem emlékszel? Akkor drukkolj a csapatunknak a nemzeti bajnokságon. Így már rendben vagyunk? De csak akkor, ha nem jelent gondot neked. Ennyi az egész. Ez nem nagy dolog. Hogyhogy nem. Na ide figyelj. Ha nem kérsz valami komolyabb büntetés számomra, akkor Isten bizony, hogy elnáspángolok. Az a szerencsét, hogy nem sérülhetsz le, mert a bajnokságon te is képviseled a megyénket. De ha nem nyeritek meg, akkor biztosra leheted, hogy nagy bunyó lesz. Eltekinthetünk, mert nyerni fogunk. Tsubasa, gratulálok. Idén megint jobbak voltatok. Nyerjetek meg a japán nemzeti bajnokságot. Köszönöm, hogy drukkoltok nekünk. Harmadszorra is meg fogjuk nyerni a bajnokságot. A fenébe Tsubasával. Már is azt hiszi, hogy ő lesz a bajnok? Előtte még meg kell küzdenie velem, Kojiro Huagával. Majd Móresre tanítom ezt a beképzelt fajankót. Figyeljetek! Meg kell mutatnunk ezeknek, hogy a mi csapatunkat nem lehet legyőzni! Kapitány!
Ez így nem lesz jó. Nem nyerhetünk holnap a bajnokságon, ha ilyen gyenge a védelmünk. Gyenge? De hát mi... Ugyan. Inkább a kapitány cselezései túl gyorsak. Inkább folytassuk az edzést. Igenis! Misugi, ha holnap nyertek, akkor találkozhat Tsubasával. Kapitány, 3 éve annak, hogy egymás ellen játszottatok. A sérülésed után sikeresen megműtöttek. De nagyon sokáig nem focizhattál. Emlékszem, milyen vágyakozással nézted a meccseket a tévében. De hittél abban, hogy egyszer még te is focizhatsz, és ez erőt adott neked. Láttam a szemedben, hogy minden vágyad az, hogy újra futballpályára léphess. Láttam rajtad, hogy majd megszakad a szíved, hogy te is futballozhass a fiúkkal. De nem voltál türelmetlen. Jól van. Meggyógyultál. Tényleg, doktor úr? Igen, fiam. A 2 év türelem meghozta gyümölcsét. Most már nyugodtan rúghatod a labdát. Köszönöm. Ez azt jelenti, hogy játszhatok a fiúkkal. Igen, de csak szép fokozatosan. Egy nap csak 30 percet. Kezdetben. Értettem. Kapitány, én úgy örülök, hogy meggyógyultál. Köszönöm, Jajoi. Nagyon sokkal tartozom neked. Oh. Bocsáss meg, Jajoi. Semmi baj. Hát akkor ideje, hogy elbúcsúzzunk. Nagyon sok idő telt el, míg a kapitány visszanyerte formáját, de nem volt türelmetlen. Tudta, hogy csak úgy játszhat Tsubasa ellen a nemzeti bajnokságon, ha nem erőlteti meg magát, ezért pontosan betartotta az orvos utasításait.